Volt olyan pillanat, amikor többen azt hitték, eredményes lehet a népszavazás, nyilatkozta a Magyar Szocialista Párt elnöke vasárnap késő este. Molnár Gyula szerint az emberek az utolsó pillanatban változtattak a véleményükön. Az MSZP a következő napokban benyújtja a Felelősség Biztonság címen elkészített menekültekkel kapcsolatos koncepcióját, de semmit sem támogat, amit a kormány az érvénytelen kvóta népszavazás látszólagos eredményére hivatkozva akar elfogadni vagy tenni. A népszavazás érvénytelen volt, nem hozott eredményt, erre hivatkozva tenni bármit alkotmányellenes. A migrációs válság túlnyúlik a politikai határon, emelte ki Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, nem etikus önös politikai érdekekre használni a kvóta referendum eredményét. Abból levonni messze menő következtetést, hogy hány magyar féletől megváltozott világtól, azt hiszem, hogy választásra, politikai választásra, parlamenti választásra nézve nem lehet. A DK álláspontja egyébként nem változott az elmúlt években. Magyarországon az igazi választóvonal az orbáni önkény és a demokraták között húzódik. Egy költséges és érvénytelen népszavazásra pocsékolt pénzt a kormány, emelte ki a Jobbik szóvivője. Mirkóczki Ádám szerint a referendum helyett egy azonnali alkotmány módosítással kellett volna kezelni a kérdést. Természetesen mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a kvóta semmilyen fajtája, semmilyen formája, sem holnap, sem a jövőben ne legyen érvényes Magyarország számára. Mi éppen ezért a múlt héten áprilishoz hasonlóan újra benyújtottuk az alaptörvény módosítást, amely kizár minden ilyen jogi lehetőséget. Az LMP társelnöke kifejtette, az eredménytelen kvóta referendum gyöngítheti a kormány pozícióját a kérdéssel kapcsolatos külföldi tárgyalásokon, hangsúlyozta Szél Bernadett, a Lehet más a politika társelnöke. A kormány a maga számára a saját hatalomtechnikai megfontolásai mentén kiírt egy népszavazást, de a magyar emberek nem tudtak azonosulni ezzel a népszavazással, és láthatóan nem úgy viselkedtek, ahogy a magyar kormány azt előzetesen gondolta. Az ellenzéki pártok közül mindenki egyetért abban, hogy az európai szintű migrációs válságra megoldást kell találni, de sokalják azt a 17 milliárd forintot, amit a kormány a referendumra költött.